Tapodi Péterre és Füzi Ákosra emlékeztek Győrben. A 11 éve elhunyt sportvezetők tiszteletére díjat is alapítottak, amit minden évben a legjobb utánpótlás játékos és edző vehet át. Ugyancsak hagyomány, hogy a mérkőzés előtt a nézők labdákat dobnak a pályára. Ezt minden évben, így most is győri óvodáknak juttatják majd el. Pár darab edzésen vagyunk túl, úgyhogy arról tudunk beszélgetni ma, hogy mennyire szeretjük egymást a pályán, mennyire segítünk egymásnak a pályán, és mennyire tudunk egymásért harcolni. A Szerkóni Győrhöz hasonlóan a Sopron Basket is a felkészülés elején jár. Nekik is ez volt az idei első edzőmérkőzésük. Elkezdtük az alapokat lefektetni, úgyhogy igazából ameddig eljutottunk, ezeket szeretnénk viszont látni, jó hozzáállással, jó energiával játszva. A mérkőzésen nem a védőmunka dominált, az első félidőben a soproniak 49-38-ra vezettek. A második játék részben már kevesebb kosár esett, a vendég dominancia viszont megmaradt a palánk alatt, így a Sopron Basket 90-70-re nyert Győrben.